Nem egyszer napsütés helyett fagyokra ébredhettünk áprilisban is. A legtöbb távfűtéses lakásban ezért nem kérték a fűtés korábbi megszüntetését. Főszabályként május közepéig tart a fűtési időszak. Valóban egy hűvösebb tavaszi időszak van. Ez ugye a hőfelhasználásban is látszik. Azt jelenti, hogy az elmúlt eddigi időszakban a 2019-20-as fűtési idényhez képest, a mostani fűtői és időszak, ami 2020-21, 10%-kal több hőenergiát használtak fel a lakók. Tehát azt jelenti, hogy, hogy sokkal nagyobb a hőfelhasználás. Nyilván ez az időjáráson túl a pandémiának is betudható, hiszen sokkal többen tartózkodtak otthon, több fogyott a melegvízből is, tehát így összességében véve több volt a fogyasztás. A 2020-21-es fűtési szezon lezárása hamarosan megkezdődik. Június 30-áig elkészül a lakók számára egy fűtés elszámolás, amelyet augusztusban kell megfizetni, az első féléves használati melegvíz számlával együtt. A lakók figyelmét felhívják arra, hogy a fűtési szezont követően a radiátor szelepeket nyitott állapotba fordítsák, így elkerülhetőek a későbbi üzemzavarok. A nyári hónapokban a rendszer karbantartása és modernizálása történik majd. Ebben az évben a saját amortizációs keretünket tudjuk felújításra, illetve a javítás karbantartásra fordítani. Ezek a költségek körülbelül 300 millió forintra rúgnak, ebben az évben is annyit fogunk tudni elkölteni. Alapvetően az alapinfrastruktúrát, ha így szabad mondani, kell, hogy fejleszünk, illetve cseréljük. Ezek a távfűtési vezetékek és a hőközpontok, hiszen ezek szolgálják ki a fogyasztóinkat. A távfűtési vezeték felújítás az valamikor június elején fog megkezdődni. Hát több helyszínen is több száz méter hosszúságban cserélünk. Természetesen ezen kívül olyan is lesz, ami a kevésbé látványos, hiszen a hőközpontokat újítjuk fel. Illetve van egy nagyon fontos munkálat az idén, aminek közbeszerzésnek már nyertesei is vannak. Egy top pályázat keretében épületenergetikai korszerűsítés történik a távhős épületekben. Öt helyszínen a város különböző pontján ilyen nagy hőközpontokat fogunk leszigetelni, nyilázzáró cserélni és festeni, illetve nap energiát fogunk hasznosítani a tetején. Nyíregyházán a távhőszolgáltatás idén 55 éves. Mintegy 16 ezer lakást fűtenek a megyeszékhelyen. A középületek fűtésével együtt 4 millió köbmétert melegítenek szeptember 15-től május 15-ig.